Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Március 4-e hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. 23. alkalommal rendeztek örménybált Győrben, az esemény bevételét idén is jótékonyságra fordítják. Nyugdíjas klubház nyílik a Herman Ottó utcai vásárcsarnok terén, a létesítményt minden győri klub használhatja majd. Balettmesterekkel, oktatókkal és koreográfusokkal telt meg a táncművészeti iskola, ahol végzős növendéket vizsgáztak. A hétvégén immár 23. alkalommal rendeztek nagyszabású örménybált Győrben. Az eseményen, melynek bevételét a szervezők idén is jótékony célra fordítják, Győr polgármestere mondott köszöntőt. Dr. Dézsi Csaba András kiemelte, a városban sokféle nemzetiség él békességben, köztük az örmények is, akik jelentős szerepet játszottak a magyar történelem több fontos eseményében, például az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban. Jelenleg mintegy 200-250 örmény származású ember él Győrben. Operettel és tánccal indult a 23. örménybál Győrben. Dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere kiemelte, a győri örmény származású emberek a civil társadalom részeként nem csak színesítik, hanem erősítik is a várost. Győr egy nagyon sikeres város, amelyik az itt élő emberek szorgalmának, tudásának, tehetségnek és munkájának köszönheti azt, ahol ma tart, és ez így van már évszázadok óta. Győrben nagyon sok nemzetiségű közösség is él, akik kisebb-nagyobb közösségek, köztük az örmény közösség is. És hogyha azt nézzük, hogy Magyarország történetében hol helyezkednek le az örmények, akkor csak gondolunk le az aradi vértanukra, ahol Rázár Vilmos és Kisernő is az aradi 13-ak egyike volt, úgyhogy egy jelentős szerepet játszottak a magyar történelem nagyon-nagyon sok szakaszában, és ma Győrben is kiváló emberek képviselik az örmény kisebbségi önkormányzatot, és konkrétan a társadalom minden szintjén találkozhatunk velük. Nyilván nem mindig tudjuk, hogy kik az örmények, hiszen ezt nem tartjuk számon, de ettől függetlenül békében, barátságban élünk itt együtt, és hogyha a buli van, akkor pedig közösen bulizunk. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is kitért az örmény nemzet múltjára. Ha a magyar történelmet nézzük, akkor vérzivataros időszakok voltak, de Örményországra ugyanez hatványozottan jellemző. Alapvetően Örményország mindenképpen megérdemli a tiszteletet, illetve az örmény nép. A szervezők közel 100 vendégre számítottak, és nem csak az örmény származású győriek jöttek el, többek között orvosok, sportolók is elfogadták a meghívást. Az örmény közösség hivatalosan 22 éve működik a városban. 2002 óta létezik a Győrben örmény nemzetiségi önkormányzat. Az örmény létszám itt hivatalosan 75-en vannak bejegyezve, de annak többen vannak, hisz itt nem csak eredeti örmények vannak, akik Örményországból most jöttek, hanem itt vannak az örmény származású emberek, és itt van az erdélyi örmény gyökerek, szintén nagy közösségünk van, és nem csak bálta rendezünk, hanem jótékonysági napokat, a gasztronómiai napokat, az örmény genocidumi napot rendezünk az örmény függetlenségi napot, tartunk az örmény könyvolvasási napokat, szóval nagyon színes a palettánk. Dr. Isek Utcákos 21 évig élt Győrben, és nem csak az Országos Örmény Önkormányzat alelnöke, hanem az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke is, és szintén eljött az eseményre. Maga az örménységnek az egyik lelke az, hogy diaszporában élő közösségeket nagyon erőteljesen támogatja. Az örménységnek egyharmada, sőt akár azt mondhatjuk a fele is, Örményországon kívül él. Ami a magyar örménység tekintetében még egy érdekesebb, mert 800 évvel ezelőtt eljöttek azok a magyar örmények, akik most nagy többségben Magyarországon örménynek vallják magukat Örményországból. Az 1200-1300-as években elszármaztak Örményországba, és az 1600-as évek óta dokumentáltan élnek a Nagy Magyarország területén, főleg erdélyi honnal. Ezért is hívják kulturális egyesületünket Erdély Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek.
Igen, szoros és összetartó közösség, tehát a kérdésére visszatérve büszkék vagyunk örmény származásunkra, bár mi már a nyelvet nem beszéljük, de bizonyos kulturális és egyéb dolgokat szívesen tartunk. És a közösségépítés ez nagyon fontos. A hagyományoknak megfelelően az idei bál is jótékony célokat szolgál. Az est bevételét a győri Bárci Gusztáv gyermekotthon lakóinak karácsonyi ajándékozására fordítják. Nyugdíjas klubház nyílik hamarosan Nádorvárosban, a Herman Ottó utcai vásárcsarnok terén. Városszerte komoly problémája az idős kluboknak, hogy nem tudnak hol összejönni, vagy csak drágán tudnak termet bérelni. Erre jelent megoldást a közeljövőben nyíló létesítmény. Az épület korábban a Generációk házának volt idéglenes otthona, ám ők már visszaköltöztek a belvárosba. A több helyiségből álló jövendőbeli klubházat hétfőn a polgármester személyesen járta be. Érkezik a polgármester a vásárcsarnok terére, ahol előbb kívülről, majd belülről alaposan megnézte, hogyan készül a nyugdíjas klubház. Korábban maguk a nyugdíjasok vetették fel, hogy nehezen bérelnek vagy drágán helyiséget a városban. Jó lenne egy olyan létesítmény, amit minden győri klub használhat. A nyugdíjas klubokban derült ki az, hogy valójában hiába újítottuk fel és építettük újjá a Generációk házát. Ugye azt szoktak mondani, ami mindenki a senkié. Nagyon-nagyon sokan tartnak igényt ott a foglalkozások miatt a hál' Istennek aktív a civilia Győr városában. A helyiségekre is terített a ház, nem nagyon férnek be a nyugdíjas klubok, csak általában ilyen drágább fizetős helyekre tudnak menni, vagy pedig otthon lakásokban szoktak összejönni. Egyébként fantasztikus velük beszélgetni, mert rengeteg régi élményt is felidéz az ember, mint régi győri, és a jövővel kapcsolatban is nagyon érdeklődnek. De a lényeg az, hogy arra gondoltam, hogy úgyis a Generációk háza itt volt a felújítás alatt, és kiürült az intézmény, és azt mondtam, hogy így ez a régen a Koral ételbár volt, ahol meleg szemücset ettünk, meg rántott sajtot általában abban az időben, 80-as években, de kiürült ez a hely. Három helyiség van benne, egy nagyobb és két közepes, és arra gondoltam, hogy ez tökéletesen jó lesz a nyugdíjas klubok házának. Az épületrész nagyon régen ételbárként üzemelt, majd a közelmúltban a Generációk háza költözött ide, amíg annak belvárosi épületét felújították. Azóta kiürült, nem használták, most viszont teljesen felújítják és otthonossá is teszik a nyugdíjas klubok számára. Ez egy olyan hely, ahol a győr nyugdíjas közösségei otthonra találhatnak és jól érezhetik magukat. Három helyiség áll rendelkezésükre, egy nagyobb 70 férőhelyes körülbelül, és egy 40 és egy 30 férőhelyes helyiség szintén. Két kiváló munkatársunk gondoskodik arról, hogy abszolút minden körülmény megfelelő legyen a számukra, tehát ma lesz szociális végzettségű, sőt jó énekes kollega is, úgyhogy reggeltől estig nyitva lesz hétköznaponként, és úgy számolom, hogy 100-150 nyugdíjas klubnak tudunk helyet adni. A munkák tehát jó ütemben zajlanak, és ha az időjárás nem szól közbe, április 5-én át is adják majd a nyugdíjas klubházat a használók számára. A tervek szerint szépkorú csoportok és sztárvendégek is fellépnek majd a modern és rendkívül hasznos létesítmény avatóján. Március 30-án Győr ad majd otthont Magyarország eddigi legnagyobb és legszínvonalasabb ketrecharc gálájának. 12 nemzet harcosai érkeznek az Audi arénába, hogy megmérkőzzenek egymással, de természetesen magyar versenyzőknek is szurkolhatunk. Emeli a gála színvonalát, hogy Kamzat Csimájev, a UFC veretlen bajnoka is ellátogat Győrbe. A színvonalas küzdelmek mellett három kamionnyi fény és hangtechnika, valamint meglepetés fellépő gondoskodik a felejthetetlen hangulatról. Március 30-án Győrre szegeződik a küzdősport szerelmeseinek szeme. Magyarország eddigi legnagyobb és legszínvonalasabb ketrecharc gáláját rendezik az Audi arénában a hónap végén. Nagy megtiszteltetés az, hogy Győr ad helyette a Vendetta Fight Night rendezvénynek, eseménynek, az egyik legnagyobb küzdősport rendezvénynek lehetünk szemtanúi, hiszen nem csak a városban nem rendeztek ekkorát, de még Magyarországon sem. Párját ritkítja az esemény, és nem csak az országok felhozatala miatt, hanem azért is, mert azt a show elemet, amit itt látni fogunk, hát azt nem kellene kihagyni senkinek. 12 nemzet harcosai érkeznek az Audi arénába, hogy megmérkőzzenek egymással, de természetesen magyar versenyzőknek is szurkolhatunk. 12 országból lesznek versenyzők, ami önmagába foglalva is egyedülálló. Magyarországon még soha küzdősport gálán ennyi ország, profi küzdősport gálán ennyi ország nem vett részt.
és maga a helyszín is, mivel az Audi arénába lesz, ezzel is azt szeretnénk mutatni, hogy olyan tömegeket szeretnénk megmozgatni a küzdősport világában, amire szintén nem volt még példa Magyarországon. És elfogadta a szervezők meghívását a UFC veretlen bajnoka Kamzat Csimájev is, aki tiszteletét teszi majd a rendezvényen. Kiemelt figyelmet kap a látványvilág is, három kamionnyi fény és hangtechnika, valamint meglepetés fellépő gondoskodik a felejthetetlen hangulatról. Magyarországon eddig küzdősport gálán még nem látott technikával készülünk. Három kamionnyi fény és hangtechnika érkezik hozzánk különböző show elemekkel, amik emelik a rendezvényünk színvonalát. A munkálatok két nappal a rendezvény előtt elkezdődnek. Bülent Szaglám, a Vendetta Fight Nights tulajdonosa elmondta, rendkívül jók a magyar harcosok, csak kevés a platform, ahol megmutathatják magukat. A márciusi győri gála jó lehetőség lesz nekik is, hogy bemutatkozzanak a nagy közönségnek. Ott lesz a Ketrecben a győri Coco Gym amatőr versenyzője Orosz Dániel is, aki már nagyon készül a megmérettetésre. Nagyon sokat jelent, nagyon várom a egészet. Felkészülés keményen megy. Igazából. Mit szólsz az ellenfelethez, ki lesz az ellenfél, kell rá külön készülni? Persze, nagyon kemény ellenfél lesz. Azt hiszem orosz vagy német, állóbugyos. Milyen elvárásokkal indulsz ezen a gálán? Lesz egy taktikánk, azt fogunk követni. Megyünk le földre, állóbugyos ellenszer. Danival keményen készülünk, mi győriként szeretnénk helyt állni, és a győri közönség kiszolgálni, hogy tudatos, hogy menjünk, hogy Győrből vannak itt jó kis bunyósok. Én nagyon remélem, hogy sikerül ezt a mérkőzést hoznunk, készülünk gőzerővel. Szintén a megyét képviseli, majd így mondhatni, hazai pályán versenyez a soproni Máté Ádám, aki címmérkőzést vív majd Győrben. Pusztakéz ez egy kicsit más lesz, kicsit extrább lesz, de nagyon fontos nekem az, hogy végre itt a megyében tudok bunyózni, nem Pesten vagy Szolnokon vagy külföldön, hanem itt soproniként, ugye Győrben, hát ez első osztályú életvettesom is bunyózni fog a gálán, ami már kb. 10 éve nem bunyózunk még talán amatőrben együtt, úgyhogy nagyon jó lesz, meg hát Vendetta gála, úgyhogy ez teljesen pozitív. Ahogy arról már az első sajtótájékoztató alkalmával beszámoltunk, a szervezők a Magyar Honvédséget is bevonják a rendezvénybe. Egyesületünk eddig is kiváló kapcsolatot ápolt a hat kiegészítő toborzó irodákkal a gálaink helyszínén, amit a honvédség kötelékében szolgáló sportolók jelenléte, gálán való részvétele és a felvonultatott technikák is bemutattak. Ezen a gálán is, ami március végén lesz, láthatunk Gidrán páncélozott katonai járművet, Mistral Atlas rakéta indító állványt, kipróbálhatunk Gripen vadászpilóta szimulátort. Emellett toborzó sátrat is felállít majd a honvédség. Kialakult gyakorlat a Vendetta gálák esetében, hogy a rendezvény bevételének egy részét jótékony célokra ajánlják a szervezők. Ezúttal a győri szekerek kerekesszékes kézilabda csapatot támogatják majd. A március 30-i gálára jegyek a tixa.hu oldalon van, Győrben a Barosúti Túrinform irodában, a Fox Gymben és az Etóparkban található Vitaflexben kaphatók. Hétfőn balettmesterekkel, oktatókkal és koreográfusokkal telt meg a győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium balettterme, hiszen az utolsó éves diákok mutatták be munkájuk gyümölcsét. A tehetségek klasszikus balett és modern tánc kategóriákban vonultak a nagy érdemű elé. Az egésznapos vizsga során a fiatalok bemutatták az alapoktól kezdve az összes technikát, ráadásul a számonkérés legvégén egy közös produkcióval is megjutalmazták bíráikat. Kecses mozdulatok és folyamatos koncentráció. Ez jellemezte az idei vizsgát a Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola Szakgimnázium és Kollégiumban zajló megmérettetésen. Éva Hotova, az intézmény tánctagozat vezetője foglalta össze híradónknak a hétfői vizsga fontosságát. Ez az első olyan lépcsőfok, ahol a tudásokat igazolják, bizonyítják be. Megmutatják, mit tanultak eddig meg, és a táncszakmát hogy szerették meg, illetve mennyire szeretik. Kiderül, hogy milyen téren szeretik, klasszikus balett vagy modern kortárs tánc irányában akarnak elköteleződni. És a bizottságban és a vendégek között olyan emberek ülnek, és olyan embereket hívunk ilyenkor, akik együttes vezetők, akik eleve már válogathatnak és megismerhetik a gyerekeket, esetleg beleszerethetnek egy karakterbe, egy típusba,
És hát a következő pedig a próbatáncok, főiskola, egyetem, ki merre érzi még tovább magát, valaki érzi azt, hogy még szeretne tovább tanulni, még úgy érzi, hogy nem tud mindent ahhoz, hogy kezdje el az életét. Illetve vannak olyanok, akik külföldben is gondolkodnak, oda is szeretnének elszerződni. Úgyhogy nagyon színes az a paleta, ahogy ma már a gyerekek gondolkodnak, úgyhogy a világ is nagyon nyitott, és minden táncosnak már igazából mindent tudnia kell. A megmérettetés előtti utolsó pillanatokban kérdeztük a végzős évfolyam már kellő mértékben izguló növendékeit. Nagyon fontos számunkra ez a vizsga, nagyon sokat készültünk rá, számomra ez egy nagyon pozitív és örömteli felkészülés volt, és hát izgalommal és örömmel várom a mai vizsgát, szerintem egy nagyon jó tapasztalás lesz számunkra, egy nagyon jó elindulás, és hát ez a mi kezdetünk ebben a szakmában, úgyhogy nagyon fontos nekünk, úgyhogy szeretnénk jól teljesíteni. Az biztos, hogy ez a mai vizsga egy hatalmas mérföldkő számunkra így ebben az évben, ugyanis ez az első ilyen komoly megmérettetésünk. Egyébként rengeteget készültünk rá, az biztos elmondható, hogy nagyon sok energiát és időt fektettünk ebbe a munkafolyamatba, és igazából a mestereink végig segítettek minket és támogattak az utolsó pillanatokig, szóval nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni ez a mai nap. A hétfői vizsgán a tanulók számot adtak az elmúlt években tanultakról és az elsajátított technikákról. A fiatalokat balettmesterek és a szakmában elismert művészek figyelték. Ez a vizsga egy termi vizsga még. Itt igazából ez nagyon hangsúlyos, mert megmutatják azt, hogy milyen szinten vannak a klasszikus balettben, egyáltalán a tánc technikájukban, és olyan vendégeket hívunk ilyenkor, akik nagyon hozzáértők, táncosok, színházigazgatók, együttesigazgatók érkeznek, és akár már itt válogatnak is a gyerekek közül, ajánlatot is szoktak ilyenkor már adni nekik arra vonatkozóan, hogy esetleg meghívják őket az együttesükben. A modern kortárs tánc részében Horváth Vanessa készítette fel a tanulókat. Én a modern részér vagyok felelős, úgyhogy a modern részéről tudok beszélni. Itt Graham, jazz, limon, kontakt technikákat fognak bemutatni. Hát tényleg már évek óta készülünk, ugye ezt folyamatosan 9. évfolyamtól építjük fel a tanmenetet, és ez a megkoronázása a vizsgánknak. A szakmai zsűri mellett világklasszis balettmesterek is figyelik ilyenkor a fiatalokat, hiszen minden évben hatalmas tehetségekre bukkanhatnak a végzősök között. Szinte teljesen felborult a természet rendje, még csak március első napjaiban járunk, de már is szokatlanul enyhe az idő. Több alkalommal mértek 20 fok körüli hőmérsékletet Győrben és környékén is. Azt gondolnánk, hogy a korai tavasz felforgatja a téli-nyári gumik cseréjének szokásos időpontját is, de mint kiderült, abszolút nem. Győr egyik gumis műhelyében azt mondják, a szokatlanul korán jött jó idő ellenére még alig-alig váltanak nyári abroncsra az autósok. A szakember szerint is bőven ráér még téliről nyárira váltani. Nagy a csend ebben a győri gumis műhelyben, mindössze néhány autós döntött úgy eddig, hogy engedve a korai tavasznak már is lecseréli téli gumiát nyárira. A tulajdonos azt mondja, a szokatlanul enyhe időjárás miatt nem lett nagyobb a forgalom. Egy páran elindultak, tényleg sokkal melegebb van, mint szokott ilyenkor. De azért nálunk az országban, ugye nálunk nem kötelező a téli gumi használata, de erősen ajánlott, viszont pár éve volt még ez a március 15-i nagy havazás, és azért benne maradt a közvéleményben, hogy a jó idő ellenére itt március közepén még szokott hideg lenni, ezért érdemes kivárni egy picit még szerintem. Ezek a felvételek korábban készültek, olyan időszakban, amikor valóban szezonja volt a gumicserének. A szakember továbbra is a plusz 7 fokos napi átlag hőmérsékletre hívja fel a figyelmet. Azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy aki mérje fel, hogy mennyit használja az autót, hogyha esetleg jön pár hidegebb nap, azért hetekre szerintem már nem kell készülni, akkor otthon tudja hagyni, tud-e valami alternatívát keresni magának, mert ha igen, akkor nyugodtan le lehet cserélni, most gyorsan megy egyelőre, nincs akkora tömeg. Azt ugye mindig elmondjuk, hogy sajnos egy vagy két hét alatt nem tudja a győri szervizhálózat lecserélni az összes autót, így azért lehet előre gondolkodni. Ha valaki új gumikat vásárolna, hatalmas kínálatból válogathat. Hatvani Bálint szerint érdemes jól körülnézni, mielőtt döntünk. Olyan nagyon nagy változás szerencsére most nem történt. Nagyon függ
Egyre inkább függ az autó típusától. Nagyon sokféle gumi van, amit eddig 4-5 méretet kellett tartanunk, az most már megduplázódott, sőt megtriplázódott. Így nehéz belülni az árintervallumot is. Nagyjából ilyen 20-25 ezer forinttól már lehet jó minőségű gumit kapni. Érdemes legalább egy középkategória tetejét keresni, ez azért futás teljesítményben meg fogja hálálni. Aki meg keveset megy, azoknak tényleg ajánljuk a 4 évszakos gumit, főleg itt városon belül, ilyen 4-5 ezer kilométer évente, akkor nyugodtan be lehet vállalni, működni fog. A szakember a gumicserével kapcsolatban is körültekintést kér mindenkitől, a környező országokban ugyanis eltérő, hogy meddig érdemes télivel közlekedni. Ausztriában ott április 15-ig kötelező, így aki naponta ingázik, neki nem is ajánljuk, mert szólhatnak érte. Szlovéniában március 15-ig kötelező a téli gumi használata, Szlovákiában március 30-ig, de ez a két ország inkább a időjáráshoz köti, mint a dátumhoz. Egyelőre még korainak tűnik a nyári gumi felszerelése, de ha valaki nem akar majd órákig sorban állni, annak érdemes időpontot kérnie március közepére vagy végére. Nem akármilyen történet zajlott szerkesztőségünkben, múlt hét csütörtökön kolléganőnk egy kis macskára lett figyelmes, aki a Kodály Zoltán utcában az autók között szaladgált. Kollégánk behozta, megitatta, majd útjára engedte, este azonban visszajött érte, és keresztanyjával hazavitték a cicust, nehogy baja essen. Ekkor látták meg a töltéstavai Facebook csoportban, hogy valaki egy nagyon hasonló kis macskát keres. Kiderült, hogy a két cica egy és ugyanaz, aki az adivárosi rokonokkal utazhatott észrevétlenül a lakótelepre, így igazi happy end-el zárult a történet. Teljes nyugalomban pihen gazdája kezében a kis zserbó. A cica már újra otthonában élvezi a mindennapokat. Boldogan járkál fel alá, múlt héten azonban nagyon aggódtak érte, ugyanis két napig nem érkezett haza. Gazdája szerint bár szokott csavarogni, maximum fél nap után mindig megérkezik. Csütörtökön már elkezdtük keresni itt a faluban, becsengettünk a szomszédokhoz, Facebookon kiraktuk a posztot, hogy látta-e valaki, de mintha fölnyelte volna el, egyszerűen senki nem találkozott vele. És aztán péntek reggel kaptam az üzenetet Alexandrától, hogy Adivárosban találtak egy cicát, aki kísértetiesen hasonlít a mi zserbónkra. És aztán szó-szót követett, meg fotó-fotókat, és akkor láttuk, hogy hát igen, ez tényleg zserbó, és összeraktuk a képet, hogy kedden pont itt voltak a sógoromék, akik Adivárosban laknak, és valószínűleg bemászhatott az autóba, és velük mehetett el Győrbe. De nagyon nagy szerencse volt, hogy tényleg egy töltéstavai találta meg, aki látta a hirdetésünket, és így hazahozták zserbót. Ezt a fotót tette közzé a cicáról, de sajnos senki sem jelentkezett a környékről, hogy látta volna. Eközben a Győr Pluszban pedig így simogatták zserbót, akiről akkor még kolléganőnk sem tudta, hogy egy elveszett kis cica. Csütörtök délelőtt az autók alatt találtam egy macskát. Kétségbe esettem, futkozott autóról autóra. Megfogtam, nehogy valami baleset érje, itt a tolató autók veszélye alól. És behoztam, adtunk neki tejet, kicsit gondoztuk, megszeretgettük, de aztán nagyon menni akart, úgyhogy muszáj volt útjára engednünk. Hát gondoltam, hogy egy kóbor állatról van szó, biztos boldogul. Viszont a lelkiismeretem nem hagyott nyugodni, úgyhogy visszatértünk csütörtökön kora este, és hát sajnos még mindig itt találtam a parkolóba ezt az állatot. Nem tudtam itt hagyni tovább, hiszen az éjszaka alatt még több veszélynek van kitéve. Úgyhogy családi segítséget kértem, keresztanyám segítségével befogtuk a cicát, és hazavittük, megetettük, szeretgettük, és az éjszaka folyamán itt a közösségi csoportokban keresgéltem, hát ha valaki mégiscsak keresi ezt az állatot. A poszt megtalálását követően sok fotót és videót cseréltek a felek, és egyértelművé vált, hogy ugyanarról a cicáról lehet szó. Alexáék hazavitték, ez a fotó is a boldog egymásra találáskor készült. Ivani Csevelin szerint hihetetlen, ami történt. Senki nem hitt el. Tehát, hogy ez a sztori, ez annyira hihetetlen volt, hogy mindenki úgy volt vele, hogy ez lehetetlen. Hát, hogy kerülne töltéstaváról Győrbe a macska? Tényleg, ha nem velünk történik, én sem hiszem el. Állatszerető kolléganőnk pedig nagyon örül neki, hogy a megérzéseire hallgatva nem hagyta magára a kis cicát. Bíztam benne, hogy sikerül gazdára találni. Megmondom őszintén, hogy én kutyás vagyok, de nekem is van egy mentett állatom, így nagyon fontos volt számomra az, hogy mindenképpen úgy álljunk hozzá az állatokhoz, hogy ne következtessünk egyből arra, hogy kóbor állat, hanem hogy mindegyik állatot egy szerető gazda várja haza. És még ha nekünk pár percet is vesz igénybe az, hogy akár lefotózzuk, akár megosszuk egy közösségi oldalon ezt az állatot, lehet, hogy neki az élete múlik rajta, hiszen gondoljunk arra, hogy minden kóbor állatot egy szerető család várja haza. És mit szólsz, hogy egy ilyen sikersztori lett a vége? Nagyon örülök neki, és remélem, hogy motiváló másra nézve is az, hogy segítsünk az állatoknak gazdát találni, vagy hazajutni.
A történet tehát igazi happy enddel zárult, a Győr Plusz Média munkatársa pedig társadalmi felelősségvállalásból ismét jelesre vizsgázott. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei, azonnal folytatjuk a sporthírekkel, friss információkkal legközelebb kedden este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon. Jól sikerült a hétvégi forduló mindkét győri másodosztályú futballcsapatnak, az Etót Tiszakécskén szerzett fontos 3 pontot, a Gyirmót pedig hazai pályán nyert a Pécs ellen. Utóbbi találkozó rövid összefoglalója következik. A Merkantil Bankliga hétvégi fordulójában a Gyirmót FC Győr a Pécs együttesét fogadta az Alkofer stadionban. Az első félidőben a csapatok leginkább csak ismerkedtek egymással, és az első komolyabb helyzet a félidő végén adódott, de a lövés a kapu fölé szállt. A szünet utáni pillanatokban mindkét csapat közel állt a gólszerzéshez, de az első találatra a 73. percig kellett várni, ekkor Hudák talált a pécsiek kapujába. 3 perccel később jött a második hazai találat, Madarász érkezett és lőtt a kapu bal alsó sarkába. A hajrára felpörgött a játék, azonban a pécsiek csak szépíteni tudtak a 85. percben. A Gyirmót győzelmével a 6. helyen áll az MB2-es tabellán. Az Eto FC Győr a kieső helyen álló Tiszakécske otthonába vendégszerepelt, ahol csontos korai góljának köszönhetően a 3 pontot is elhozta. Az Eto továbbra is a 2. helyen áll a pontvadászatban. A 24. fordulóban a Gyirmót Kazincbarcikára utazik, míg az Eto a Honvéd együttesét fogadja az Eto Parkban. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok a viszontlátásra!